vagytok, feladat van, gyertek! Nem szeretném kétszer mondani. Nem fogom kétszer mondani. Mi patak, fák, csíz. De hogyha folyton könyörögni kell nektek, akkor nem leszünk jóba. És most dologra, gyerünk, küldjétek a helyükre ezt a két mi hasznát, aztán indulhat a mese. Játékos, szellemes párbeszédekkel, zenével, tánccal kínálja a gyermek és felnőtt közönséget a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja, az A fából faragott királyfi. Sednyászki Nóra rendező a Bartók Béla és Balázs Béla együttműködéséből született remek művet vette alapul. A darabot dramaturgként is jegyző alkotó egyik legfőbb mozgatója, hogy a gyerekek számára is minőségi szórakozást nyújtson a mese. Mindig ez a kihívás, amikor ugye a legkisebbeknek készítünk mesét, hogy ne legyen túl komoly. Ugyanakkor én nem vagyok annak sem a híve, hogy valami gagyit, vagy valami lebutított, egyszerűsített változatot adjunk azért, mert kicsik, mert ők rendkívül érzékeny és jó közönség, ahogy ezt már a kis hablánynál megfigyelhettem. Úgyhogy én megpróbálom ilyenkor azt az eljárást, vagy azt a struktúrát a magamévá tenni, hogy az ő szintjükön is érthetően közölhessünk, tehát szép leírásokat, szövegeket is meghagyok azért, mert ha most még az értelme nem feltétlenül, de a hangulata bemegy szerintem. A szimbolikus, mágikus elemekből építkező történet két fiatal, fordulatos egymásra találásáról szól. A világot látni induló királyfi egy nap megpillantja a gyönyörű királykisasszonyt, akibe első pillantásra beleszeret. Először egy tündér gördít akadályokat a pár találkozása elé, majd a királykisasszony gőgös, szeszélyes természete állja útját boldogságuknak. A különleges történet üzenete minden korosztályhoz szól. Azt hiszem, hogy elsődlegesen azt meg fogják érteni, hogy egy szerelmi történet, egy szeretett történet, egy beavatás történet, egy fiú meg egy lány találkozik, csak elsőre elmennek egymás mellett, főleg a lány, és akkor sokféle kalamajka kell hozzá, hogy végül megtaláljuk az igazit. A felnőtteknek is szóló üzenet pedig pontosan ez lenne, hogy találtam egy ilyen nagyon jó definíciót, ezt nagyon szeretem és használtam is a mesével kapcsolatban, hogy a szeretetre méltó önzés állapotából el tudjunk jutni egy szeretet állapotba, tehát amikor képesek vagyunk, feladni magunkat a másikért, az ő nézőpontjába is belehelyezkedni, egyáltalán a szeretet tanulási folyamata, tehát egy ilyen dacos, kamasz, kisgyerek állapotból egy érzelmi felnőttségbe eljutni, talán ezt lehetne is humásan mondani a mese üzeneteként. A királyfit Nagyidai Gergő, a királykisasszonyt Dézsi Darinka, a tündért pedig Szabó Márta kelti életre. Az előadást május 5-től láthatja a közönség a Móri Zsigmond Színház művészstúdiójának színpadán. Ott van minden a szállodában.